A vasárnapi Kozár Michelin elleni győzelmet követően megfelelő önbizalommal fogadta a Sopront a hétközi fordulóban a kisvárdai csapat, amely a mérkőzés 8. percében megszerezte a vezetést. Talabér jobboldali szöglete után Vári perdített a vendégek kapujába. Nem sokkal később Eszlátyi egyenlíthetett volna, lövését azonban védte Ivancsics kapus. A folytatásban a hazaiak magabiztosan őrizték előnyüket, több ígéretes lehetőséget teremtve, de újabb gól már nem született, míg a soproniak egyáltalán nem tudtak veszélyt jelenteni Ivancsics kapujára. Így a Kisvárd a második tavaszi hazai meccsén is begyűjtötte a 3 pontot. Én most úgy érzem, tekintettel arra, hogy nagyon közel volt az elmúlt mérkőzés a Kozár Michelinnel, hogy illetve figyelembe kell venni ezt a jelenlegi nagyon rossz pályát, hogy tökéletes az eredmény. Az a játék is, amit terveztünk, tökéletesen megvalósult. Legfontosabb az, hogy a második olyan mérkőzésünk, amelyen az ellenfél nem tudott helyzetet kialakítani. Volt ugyan egy lövésük az első fél időben, egy labdaeladás után, ezen kívül még a kapu az is nagyon ritkán értek, de ez, hogy is mondjam, azért következhetett be, mert mi is kevesebbet kockáztattunk hátul. A vendégek vezetőedzője a vereség mellett azt sajnálta, hogy hiába készültek a hazaiak játékából, nem tudták megnyerni a párharcokat. Az 1-0-es vereség igazán azért fájó, mert olyan szituációban kaptuk a gólt, amire előre készültünk. Tudtuk nagyon jól, hogy jó fejelő játékosok vannak, és hát tulajdonképpen ezt a mai mérkőzést ezzel is nyerte meg a Kisvárda, hogy azok a nagy testű játékosai, akiket becseréltek, gondolok a Rajcira, gondolok a Bacsára, vagy a Horvátra, ők meg tudták tartani ott elől a labdát, le tudták fejelni, és nem tudtuk velük megnyerni a párharcokat. Ebbe sokat kell még fejlődnünk. De én úgy érzem, hogy ezen a mérkőzésen sem vallottunk igazán szégyent, bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban eredményesebben tudunk szerepelni majd. A győztes gól szerzője, Vári Barnabás abban bízik, hogy csapata a gyengébb tavaszi kezdés után rátalált a helyes útra. Örülök neki, hogy sikerült gólt szereznem. Így most a felvételt visszanézve nem is pattant meg a labda, amit én azt hittem, hogy megpattant. Úgyhogy teljesen más képet mutat a felvétel. Úgyhogy én rúgtam személy szerint, nem úgy, mint a vasárnap, hogy kapufára rúgtam és bepattant a játékosról. Most azt hittem, hogy ismételten én rúgtam rá a játékosra, és úgy került a gólvonal mögé a labda, de nem sikerült nekem szereznem a gólt, de most nem az a boldogság, hogy most én személy szerint én szereztem a gólt, hanem az, hogy a csapat végre most nyert 2 meccset egy meccs után, jön a vasárnapi, és remélünk elindulunk egy olyan úton, ami végvezet a bajnokság végéig. A forduló további eredményei a következők: Kozár Michelin Nyíregyháza Spartakusz 1-0, Dorog Siófok 0-0, Grosics Akadémia Mosonmagyaróvár 0-0, Cegléd Zalaegerszeg 3-2, Budaörs Csákvár 4-1, Soroksár Cigánd 0-0, Szolnok Szeged 2-1, Balmazújváros Vác 0-0 és Puskás Akadémia Békés Csaba 3-0. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 51 ponttal, az egy meccsel kevesebbet játszó Kisvárda 41 ponttal az 5. helyen várja vasárnapi Békés Csabai vendégjátékát.